Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Tehát megnézzük először az ő gondolatait vagy terveit. Itt a kulcs azt jelenti, hogy ő biztos a dolgában. Azt is tudja, hogy ezzel a kulccsal le tud zárni bizonyos dolgokat, eseményeket, kapcsolatokat, és egy időben kinyílik egy új ajtó, mutatja a nyitottságát is. Ő tudja azt, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat, hiszen megjelenik a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. És vannak nála tervek, és ő tudja azt, hogy mindez megvalósul. Hogyan érzi magát? Ami az érzelmeket illeti, itt még vannak félelmek, fél attól, hogy elveszít téged. Mert itt megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, akkor felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. De változik a helyzet, megváltozik a gondolata, változik az érzelme is, hiszen itt majd lesz mozgás, nem ad fel téged. Persze ez a lovas férfi jelentett egy más férfit is, és fél attól, hogy te megismerkedsz valakivel, és ő elveszít téged. Hiszen az egerek szimbolikusan el tudnak téged távolítani. Vagy reménykedik abban, hogy az egerek eltávolítják ezt a férfit. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy ő úgy érzi, kellene mozgás, valamit kellene tennie, de így az egerek lassítják a folyamatukat, hiszen fél valamitől. Annak ellenére, hogy vannak nála jó gondolatok. Lehet, hogy ezzel a kulccsal pontosan ezeket a félelmeket akarja lezárni. Mit fog tenni? Akkor is, ha benne vagytok egy olyan helyzetben, ami mindkettőtök számára átláthatatlannak tűnik, ő úgy érzi, fontos lenne az, hogy az egerek a felhőt távolítsák el ezt a helyzetet, azt, ami átláthatatlan. És akkor itt tervez valamit, nyitott lesz érzelmekről beszélni, hiszen itt megjelenik a szerelem, kimutatja az érzelmeit. A felhő jelentheti az időt is, mégpedig fél éved. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt. Mert lehet, hogy ez az esemény, vagy ez a kapcsolat visszatér hozzád, és itt szerelmi témákról van szó. Persze, ez a fél év lehet a jövő is, hogy itt kialakul fél éven belül egy szép, boldog párkapcsolat, hiszen szerelemmel közeledik hozzád. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a levegő eleme, a könnyűség, könnyen előre mennek a dolgok, amit ez a kártya még szimbolizál, az a kommunikáció. Bizonyos dolgokat meg kell, hogy beszéljetek egymással. Beszélhettek félelmekről, bizonytalanságokról, vagy olyan helyzetről, ami jelenleg még átláthatatlan. Akkor majd tisztázódnak a dolgok, ő nyitott erre,
ezekről a témákról beszélni, és ő nyitott arra, hogy kimutassa az érzelmeit. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!